50 kilométeres kocsisor alakult ki Lengyelország és Litvánia határán a koronavírus miatti óvintézkedések következtében. A lengyel kormány a legtöbb határátkelőt lezárta, hogy lassítsa a járványt. Az ország kulcsfontosságú a Nyugat- és Kelet-Európa közötti kereskedelem szempontjából, ezért a litván kormányfő szerint Varsónak rugalmasabbnak kellene lennie. Ha a lengyelek nem engednek át több járművet, az tragédiához fog vezetni. Meg lehetne nyitni egy új határátkelőt, de Lengyelországgal nehezen mennek a tárgyalások, mondta Saulius Skvernelis. Varsó megtiltotta a külföldi állampolgárok belépését Lengyelországba. A balti államok Nyugat-Európából hazafelé igyekvő lakóit végül szigorú rendőri kíséret mellett átengedték az országon. A teherautók viszont anélkül várakoznak az ellenőrző pontoknál, hogy tudnák, átjutnak-e egyáltalán.